Esküvő az Operaházban. Újra színpadon az István a király. Mutatjuk, hogyan készülnek a művészek Donizetti egyfelvonásosára, a Csengőre. Kótai Mihály világbajnok ökölvívót és feleségét pedig Zavaros Eszter vezette be az opera világába. Üdvözlöm Önöket innen az Eiffel Műhelyházból. Gyüdi Melitta vagyok. Ez az Opera Café, a Magyar Állami Operaház magazin műsora. Kezdjünk! Az a nehéz, hogy ne rokkosan énekeljünk. Hozom, amit érzek érzésből. Gyönyörű, nagyon szép. Ez egy olyan látvány, amit van, amivel az ember nem tud betelni. Én imádom. Ami rávezet a poéra vagy vicces dolog, azt nekünk halálosan, komolyan kell játszani. A magyar rockopera és musical termés messze legsikeresebb darabja az István a király, amelyet 2020-ban Szörényi Levente 75. születésnapjára időzítve tűzött először műsorra az opera, Gyöngyösi Levente zeneszerző átiratában. Egy igazi kuriózummal kísérletezett intézményünk a művet operai hangszereléssel, operai énekesek előadásában állította színpadra Szinetár Miklós rendezésében. A darab hatalmas siker, áprilistól újra színpadon. Mutatjuk, hogy készülnek a művészek. Ilyen a színpadon. És ilyen a felújító próbán az István a király opera változatának nyitó jelenete. A darab próbáján jártunk, Szinetár Miklós 2020-ban debütált rendezésének kezdőképében Istvánt és Koppányt élteti a tömeg. Ez arról szól, hogy itt hát, több száz év óta mindnyájan egy kicsit Koppányok vagyunk, és egy kicsit Istvánok vagyunk. És itt harcol mindig egymás ellen két fajta mentalitás, az egyik, amelyik azt mondja, hogy rend legyen, a másik azt mondja, hogy szabadság. A felújító próbát egy új Réka karakterén át is figyeljük. Hogyha 500-szor nem láttam az 1990-es István a király felvételt, akkor egyszer sem, ebbe biztos vagyok, szóval nem tudok róla mást mondani, mint azt, hogy az ős kedvencem. Én rád bízom az életem. A főszereplő személyiségéről a szereposztások egyetlen Istvánnyával beszélgettünk. Miután 83-ban ezt annyira beültették a fülünkbe ezt a stílust, hogy inkább az a nehéz, hogy ne rokkosan énekeljünk. Hozom, amit érzek érzésből. Kihasználtuk a lehetőséget, hogy Saroltal is megvitassuk a szerepformálás motivációit. Ez tulajdonképpen senkinek sem könnyű, sem a rock énekeseknek, sem nekünk nem. A Szörényi Bródi szerzőpáros rockoperáját Gyöngyösi Levente zeneszerző dolgozta át 2020-ban opera színpadra. Igen, tehát hogy nem kell sürgetni, csak hogy úgy lehessen érezni, hogy hol. Igen. A felújító próbákon a többi feladat közt új belépők számára állítják be az előadás ritmusát. Egyébként pedig újra kimunkálják a mozgásokat, beállítják a hangerőt, átveszik az irányokat, megmérik a távolságokat, és persze felfrissítik az énekelt részeket is. Az új belépők közt legemblematikusabb talán Réka stílusának kimunkálásán belül a hangerő és a hangszín beállítása jelenti a legnagyobb feladatot Kálnai Zsófia számára. Én nem szoktam sem musicalt, se rockoperát, se egyéb stílusban nem szoktam énekelni, és hát itt különleges a helyzet, mert megengedhetjük magunknak, hogy operai hangvételt ejtsünk meg, sőt, meg is kívánja maga a tér, és ugye nem vagyunk hangosítva, ezáltal még nagyobb kihívás, hogy azt az éneklési hangszint hozzuk, de operaénekesi hangerővel mellékelve. Köszönöm, ez a tempó.
Igen, igen, a karmester úr most azt javasolta, hogy annak ellenére, hogy nagy távot kell bejárni, és viszonylag feszes a tempója, és tartani kell azt, ennek ellenére pont egy ütéseket gondoljak két ütések helyett, és ezáltal is én tartom a tempót, de mégis egy nyugodtabbnak fog tűnni, és ezt az ellentétet kell megvalósítani. Régi emlékei ellen küzd az évad szereposztásainak egyetlen István királya, Nyári Zoltán, kifejező nagy dinamikájú éneke viszi is a próbát. Néha van olyan stílusidegen frazírozás, ami abból eredhet, hogy túlzottan azért operásan sem szabad, én azt gondolom. Tehát, hogy ez muszáj egy kicsit, hát szövegszerűbben. Isten irgalmából lelked nyugodni tét. A megkeresztelt, megkoronázott István király pogány testvérével, koppánnyal kerül összeütközésbe. Ez már az a pillanat a próbán, amikor a Kálmai Zsófia szerepbetanulását segítő mester, Komlósi Ildikó mezzoszoprán elismerően gratulál a tanítványnak. Az operában Saroltot, Géza fejedelem feleségét, István király ortodox, keménykezű édesanyját alakító művész számára is tartogat kihívásokat ez a karakter, és felidéz egy hősnőt is a Bánkbánból. Ha az ember belegondol a szövegbe, akkor rögtön csak arra gondol, hogy milyen egyéniség ez a Sarolt, mennyire erős és mennyire irányító. De érdekes egyébként, mert hiszen ott van a Gertrudis, és a Gertrudis egy nagyon nagy politikus volt, és egy nagy asszony, tehát én legalább akkorának, hanem nagyobbnak tartom, ugye, mert hiszen ő odaáll, és Istvánból ő csinál királyt. Muszáj, hogy képviseljük ugye a Szörényit is, a Gyöngyösit is, tehát, és magunkat is. Tehát azért, hogy mondjam, egy módon lehet csinálni jól, és beleteszünk mindent, amit a szerep és a hely természetesen megkíván. Április második felétől összesen 7-szer látható az előadás az Operaház színpadán. Esküvő az Operaházban. Az ország egyik legszebb épületét választotta esküvője helyszínéül Tarnai Dávid énekkari művész és zongora művész párja. Nem ez volt az első alkalom, hogy az opera helyszínt adott életeket összekötő fontos eseményeknek. A következő percekben felidézzük ezeket a meghitt pillanatokat is. Esküvő az Operaházban. Tarnai Dávid énekkari művész és Mészáros Nóra zongora művész az épület nézőtéri foajéjában 100 vendég színe előtt köti össze az életét. Kijelenti el Mészáros Nóra Zita, hogy az itt megjelent Tarnai Dáviddal házasságot köt. Jánki Emese csellóművész játszotta a bevonulási zenét. A ceremónia előkészületeiből Nóra kislánya, Szofi is kivette a részét. Esküvő. Nekem azt jelenti, hogy végre lesz egy apukám. Mindenleg nem volt, és ez így jó lesz. Kijelenti előn Tarnai Dávid, hogy az itt megjelent Mészáros Nóra Zitával házasságot köt. Igen. Megállapítom, hogy Tarnai Nóra Zita és Tarnai Dávid a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Baranyai Anett operaénekesnő az opera énekkari művésze adott elő a gyűrű ceremónia alatt. A nézőközönség sorai közt az operakórus további tagjai is ott ültek. A Dávid egy nagyon fontos életeseményében mi is szeretnénk részt venni, és szeretnénk neki a legjobbakat kívánni. Azt gondolom, hogy természetes, hogyha valami nagyon komoly, más dolgunk nincsen, akkor megyünk. Segítünk, direktünk.
Az Operaház nem csak azért logikus helyválasztás, mert Dávid munkahelye, hanem mert az intézmény a tehetséggondozást is komolyan veszi a legkisebb kortól, ahogy a Nóra is, aki a Virtuózok tehetségkutató műsorban Liu Yinu a Sophie felkészítő tanára. Minden magától értetődően bekövetkezett, és hogy mi egymásnak teremtettünk. Sokat gondolkoztam egyébként korábban ezen, hogy összetartozás. Szerintem az, hogy valamilyen szinten van két halmaz, és egyre inkább hogy egyek vagyunk, és hiányozunk egymás mellől. Az Opera Caféban több társulati tag esküvőjéről is beszámoltunk már. Láthatták Balázsi Gergő Ármin és Felméri Lili balettművészek 2018-as egybekelését, de Rágyus Nikolái és Julia táncművészek esküvőjéről is beszámoltunk. Én úgy érzem, hogy ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy most a művésznél kezét én beszéljek. 2017-ben láthatták, hogy Haja Zsolt operaénekes a Denevér című előadás után megkéri szintén operaénekes kedvesen Rácz Rita kezét. Két évre rá megmutattuk Valga Gabriella operaénekes és Kutrik Bence zeneszerző menyegzőjét, 2020-ban pedig Majoros Balázs térdelt le a Laurencia egyik előadása után Balabán Krisztina előtt az Erkel Színházban. Ez is mutatja, hogy az operásoknak milyen sokat jelent a munkahelyük, a kollégáik és a közönség, s hogy alkalmasint életük legfontosabb eseményének ezek a díszes falak is tanúi lehessenek. Dávid és Nóra esküvője után a szűkkörű kocintás az Operaház kávézójában zajlott. Nóra és Dávid 2014 márciusában Pergolesi Urhatnám szolgálójának koncertváltozatán figyelt fel egymásra, ahol Dávid Uberto szerepét alakította, Nóra pedig zongorázott. 5 évvel később, 2019 tavaszán aztán Nóra elhívta egy fellépésre Dávidot, és innen indult közös útjuk. Dávid 2022. januárjában a Budai hegyekben kérte meg Nóra kezét. Azt láttam, hogy a kislányom is elfogadta Dávidot. A zene az egyházi szertartást is elkísérte. A budavári evangélikus templomban Kertesi Ingrid operaénekesnő örökös tag, és az opera Erkel kórusa is énekelt. Esküvő után folytassuk lakodalommal, mégpedig egy vérbeli olasz komédiával, Donizetti fergeteges vígoperájával, a Csengővel. Ott voltunk az egyik próbán, hogy az énekesekkel és a játékmesterrel együtt derítsük ki, hogy miért is szólal meg az a bizonyos csengő több alkalommal a Nász éjszaka folyamán. Ami rávezet a poéra vagy vicces dolog, azt nekünk halálosan komolyan kell játszani. Tényleg a 8-at szünetek számítanak. Libatop, kacagánypor, részfű, homárlé. Hát ez egy csodapatikus. Ez a egy olasz komédia Donizetti zenei humorával. Ez a Csengő című vígopera, amelynek az úgynevezett rendelkező próbáján vagyunk. Itt még kevés a díszlet, jelmezek nincsenek, de jól kirajzolódnak a karakterek és a történet is. Ugye ez egy órába írta meg Donizetti, de miért Csengő? Csengő mindig megszólal, mindig abban az időpontban, amikor nem kellene. Az egész történetet a családság jellemzi, és nem lehet mondani, hogy itt valaki olyan hibátlan lenne, vagy makulátlan jellemű, mert mindenki valamilyen módon a másikat egy kicsit becsapja. A színen vendégsereg, rokonok meghívottak, ki ülve, ki állva esznek, isznak. Az opera szövegkönyve így indítja útra a cselekményt, ami a lakodalom után válik igazán kaotikussá. Az idősödő férj, apatikus Don Annibale a Nász éjszakára készül ifjú feleségével, Serafinával. Egy idős emberhez megy férjhez, ez ugye kérdéses, hogy vajon miért? Nem, roppant sürgős az ügy. Madame Rose vagyok,
Szerafina édesanyja, és kiszemeltük Annibalét, aki ugye a híres gyógyszerész. Meg akar házasodni, aztán hülyévé teszik. Ő egy gazdag, ám öreg, de gazdag ember, és nekünk ez a legfontosabb, hogy pénz álljon a házhoz, és azért mindenre hajlandóak vagyunk. Ugye volt neki egy nagy szerelme, de az is mindig csapodár volt, aztán eltűnt, és mire előkerül, addigra létrejön ez a házasság. Mindig csak téged szeretlek. Aminek hírére előkerül Szerafina volt szerelme, Enrico is, akinek bekapcsol a birtoklási vágy. Nagyon zavarja a kis önérzetét, a hiúságát, az, hogy most más férfi oldalán van az, akit nagyon szeretett. Igaz, hogy a változatosságot is szerette a hölgyekkel együtt, és ezért tett is, amit megelégelt Szerafina, de igazából most ő már ráébredt arra, hogy tényleg őt szereti, és ő kell neki, és ezért képes nagyon sok mindenre. Nyiss, hát, ha mondom! A friss házasok nász éjszakáján a patika csengője folyton megszólal, és a patikusnak egész éjjel egészen furcsa pácienseket kell kiszolgálnia. Nem hiszem el! Egy személy zavarja meg, Enrico, aki különböző áll öltözékekben jelenik meg. Először egy gyomorpanaszokkal küzdő francia diák érkezik a gyógyszertároshoz, másodszorra egy légcsőhurutos operaénekes. Ez a híres pisztáció. És harmadjára pedig egy öreg, aki egy receptet akar a feleségének elkészíteni. Kolofáni gyata, kolofáni gyata, ez főzett, fiad mimita. Mind a három figurának megvan a bája, az izgalma, de én úgy gondolom, hogy egy operaénekesnek önmagát kifigurázni, az mégis sokkal szórakoztatóbb. Nagyszerű! Hivatalosan úgy van kitalálva, hogy amikor az Enrico bejön egy francia megfázott emberként, akkor utána annyi recitatívó van, hogy ő kint át tudjon öltözni. Na most mi megnehezítettük a feladatukat az Enricóknak, mert azt a sok recitatívót lerövidítettük, és az átöltözést azt meg nyílt színre tettük. Tehát van egy ajtó, és az ajtó előtt látja a közönség, hogy tényleg ő öltözik át, és nem egy ismeretlen ember, tehát ettől színház a színházban egy kicsit izgalmasabb is. A 19. század első felében az opera buffa színpadra vitte a hétköznapi élet aktualitásait. És az opera színpad a nevetésnek, a gúnynak, a komédiának a színtere lett. Ezekből a darabokból féktelen temperamentum és humor árad. Vígoperákban az ember nagyon sok színt meg tud mutatni, nagyon sokféle karakter, apró játékok, és egy csomó mindenki van dolgozva. Ezt így beszéltük is egy kicsit, hogy ez a próbaidőszak ez most nagyon-nagyon jót tett a lelkünknek, nagyon sokat nevettünk. Úgyhogy ez így most nagyon jókor jött az életünkbe. Hogy mi lesz a nász éjszaka, a házasság és a régi szerelem sorsa, az Eiffel Műhelyházban három szereposztásban és 16 alkalommal kiderül. Az egyik előadáson pedig az Opera Café is ott lesz, így ígérjük, minden további részletről beszámolunk. Most pedig jöjjön rövid hírrovatunk. Példátlan siker. Amerikában versenyzette a Magyar Nemzeti Balett Intézet növendéke, és kategóriájában a legjobb 12 között végzett Pollák Julianna Éva a floridai Tampában megrendezett Youth American Grand Prix évad döntőjében. A Magyar Állami Operaház balettiskolájának második évfolyamos növendéke egyedüli magyar indulóként először ért el ilyen előkelő helyezést a 24. alkalommal megrendezett rangos eseményen. A Rosszul őrzött lány című balettből Liz variációját táncolta. Hasonlóan a 2022. novemberében megrendezett párizsi elődöntőhöz, ahonnan Julianna első helyezettként jutott tovább. Balettmesterei Csernakova Olga és Kirejkó Dimitri Taraszovics voltak.
Pollák Julianna Éva sikerének híre mindössze néhány nappal azt követően érkezett, hogy a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei a bécsi Vibe nemzetközi balettversenyen 10 arany, 6 ezüst és 2 bronzérmet, valamint a legjobb iskola díját nyerték el. Mítosz Fest. 2023-ban az opera visszatér egy éveken át nélkülözni kényszerült hagyományához. Újra tematikus fesztivált rendez. Április 29 és június 30 között a Mítosz és Történelem évad megkoronázásaként a Mítosz Fest keretében ókori történeteket feldolgozó repertoár produkciók mellett egy bemutatóval és a tematikába illeszkedő koncertekkel várja közönségét, akik láthatják az Ifigénia Taurisbant, az Idoménó Kréta királyát vagy az Ariadné Naxos szigetén, valamint hangversenyeket is az operazenekar és Júlia Lezsnyava operaénekes közreműködésével. Az opera online sorozatában az Eszter bevezett legújabb részében Kótai Mihály világbajnok ökölvívót és feleségét Kótai Krisztát kíséri el Zavaros Eszter az Andrássy úti dalszínház páholyába. A pár nem mozog idegenként ebben a világban, szeretik az operát és lányaik révén a balettet is. Zavaros Eszter operaénekes műsorvezető vendégei érkezését várja. Ez az Eszter bevezett negyedik adása. Már is jönnek a forgatás kulissza pillanatai és a műsor vendégei. Kótai Misi, egykori profi világbajnok ökölvívó, és a felesége Kótai Kriszta, ők a mai vendégeim. Johann Sebastian Bach Máté passióját nézik meg. Ez egy oratórikus mű egyfelől, másfelől nyilván egy nagyon szakrális témájú alkotás. Különleges, hiszen most nem egy klasszikus értelembe vett operai előadással érkeztek. A pár az operaház körbejárásával hangolódik az estére. Megcsodálják a főlépcsőházat, a vörös szalont, a királyi páholyt, de a kulisszákon át a színpadról is szemügyre veszik a dalszínházat. Gyönyörű, nagyon szép. Ez egy olyan látvány, amit van, amivel az ember nem tud betelni. Én imádom. Azért is különleges, hogy velük beszélgetek ma, mert mind a két lányok, a Rozi és a Liza mind a ketten az operaház gyerekkarában énekelnek. Úgyhogy tulajdonképpen valamennyire szakavatottak. Azóta az operaház az így az életünk részévé vált. Illetve mind a két lányuk a Táncművészeti Egyetemen tanul. Így nem csak az opera, de a balett műfaja is intenzíven jelen van a családi pillanatokban is. Rendszeresen látogatunk opera fesztiválokat is, tehát hogy ez így az életünknek mindig is a része volt. Hát most a lányok miatt nyilván fokozottan. A Fradi Ökölvívó szakosztálynak a vezetője vagyok, de igazából a valódi körforgás, és tényleg csak ez van, amikor hazamegyek, akkor ez az opera, és akkor vele kapcsolatos a tánc és az éneklés. Úgyhogy egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert én imádom az operát és az operaházat, ezt nagyon külön egyik kedvenc helyem. És a lányaim ezt imádják, és néha a saját előadást is tarthatok magamnak otthon. A műfa iránti rajongás egyértelmű köztük, de az, hogy kihozta magával, már nem annyira. Én? Nem, természetesen én. Igen, egyébként egy kicsit ő is, mert hogy így titokban ugye ő három tenor rajongó volt már, mielőtt megismerkedtünk. És én nagyon örülök neki, hogy társat találtam ebben a szenvedélyemben, az opera és a balett iránti rajongásban. A műsor új évad a Feke Pál musical színésszel és párjával Mészáros Nórával indult, akik a bohém életet nézték meg. Majd Berkesi Judit műsorvezető és édesapja Berkesi Gábor jöttek az operában, mégpedig az Otellóra. Nacsa Olivér előadó művészt és párját, Tripolszki Annát pedig a Carmen nyűgözte le. A műsor korábbi részeit természetesen online vissza is nézhetik, de néhány mondat erejéig térjünk még vissza a világbajnok ökölvívóhoz és feleségéhez. Az első az, amit meg kell nézni, az egy balett előadás, és a Prokofjernek a Júlia, Rógám és Júlia. Tehát az, én azt mondom, az egy nagyon könnyen fogyasztható, nagyon-nagyon jó. Én ahogy tehetem, azt megnézem minden évben. Ha felszínt érintjük, akkor humorizálunk, de amikor rendezésekről, rendezéstípusokról beszéltünk, rendező típusokról, különféle
korba beillesztett előadásokról, akkor azért a Misinek volt egy nagyon, nagyon őszinte és nagyon határozott véleménye. Egyébként a Krisztának is. Hogy Kótai Mihályéknak hogy tetszett a Máté Passió, az az Eszter bevezett legújabb részéből derül ki, amelyet hamarosan önök is láthatnak az Opera közösségi oldalán. Ez volt ma az Opera Café. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Riportjainkat online is visszanézhetik, de ne feledjék, élőben az igazi. Szóval jöjjenek az operába. Jövő héttől színpadon az István a király, a Magyar Nemzeti Balett előadásában a Don Quixote, valamint lesz a Csengő, János Vitézke és a Pomádé király új ruhája is. Velem egy hét múlva találkozhatnak újra itt az M5-ön, addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!